Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a házigazda Szent Adalbert Központ és a szervező Laska Jósvát Antikvárium nevében. Könyvbemutatót az évek folyamán már sokszor sokfélét tartottunk, helytörténeti előadásokat pedig idén évelejétől kezdtük szervezni. Most találkozott ez a két műfaj, hiszen egy helytörténeti könyv bemutatójára invitáltuk Önöket. Maga a könyv egy sorozat része. Libri Veteres Strigoni cím alatt olyan könyveket igyekszünk kiadni, melyek régen jelentek meg, már nehezen hozzáférhetőek, de azért érdeklődésre tarthatnak számot. 2008-ban adtuk ki az első kötetet, ez Körösi László Esztergom című történeti emlékkönyve volt. Ezután következett Számord Ignác 1901-es Szent Anna templomról szóló könyve, majd Récsei Viktor 1893-as munkája a Szent Lőrinc templom feltárásáról. Most a sorozat negyedik kötetét szeretnénk bemutatni, mely némileg elkülönül az előzőektől. Nem csak azért, mert ez a legkorábbi és talán a legritkább munka is. Az elmúlt 15 évben hazai könyvpiacon összesen 5 példánya bukkant föl, azok is csak árverésem. Ami miatt más, mint a korábbi kiadványaink, hogy ezt a munkát még senki nem olvasta magyarul. 1827-ben latinul jelent meg a könyv, és ez az első magyar nyelvű kiadása, amit most kiadtunk. Hogy miért kellett majd 2 évszázadot várni, azt nem tudom, de talán erre is választ kapunk majd a könyv fordítójától, Fülöpné Romhányi Beatrixtól és egykori tanítványától, akivel az utószót közösen írták, Prohászka Pétertől. Fogadják őket szeretettel. Jó estét kívánok! Bocsánat. Nekem úgymond itt az volna a tisztem, hogy bemutassam ezt a könyvet. De mivel fordítója vagyok, egy kicsit a sajátom is ez a könyv, már pedig az ember saját munkáját nem illik bemutatni, elmesélni pedig nem szabad, mert akkor mit fognak Önök olvasni. Úgyhogy egy picikét rendhagyó módon én nem elsősorban a könyvről fogok beszélni, ezt részben Péter egyébként pótolni fogja, azért nem maradnak teljesen muníció nélkül ma estére, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy érdemes egy picit Mátes Jánosra figyelni, hogy ő milyen személyiség volt, egy nagyon érdekes ember. Már ahogy fordítottam a szöveget, akkor is azzal szembesültem, hogy egy rendkívül nyitott, rendkívül érdeklődő, és nagyon, hát azt kell mondjam, hogy modern értelemben a műemlékek iránt érzékeny ember volt. Így tényleg csak nem 200 év távolából, talán ez volt a legmeglepőbb, hogy mennyire modern szemlélettel nézte ő a körülötte zajló, egyébként rendkívül viharos eseményeket. Tulajdonképpen miért is kellett megírnia ezt a munkát? Ugye az egy címe szerint is a könyvnek ez a, hát most inkább alcíme, hogy az egykori emlékeknek a leírása. Hát azért egykoriak ezek az emlékek, mert Mátes ebben az időben éppen a bazilika építésének a felügyelője volt. Ő egy gazdatiszt volt, egy uradalmi gazdatiszt volt eredendően, eléggé kalandos élete volt korábban, 1785-ben született, tehát már nem volt egy nagyon fiatal ember, 42 évesen került ide, megjárta a napóleoni háborúkat, fogságba esett, ott nősült meg, aztán hazakeveredett, és végül is az érseki uradalomnak az intézője lett, és amikor itt a bazilika építése kapcsán kiderült, hogy az építész építésznek jó, de gazdaságilag talán nem teljesen van tudatában, hogy mit, hogyan kell elszámolni, akkor az érsek tulajdonképpen egyfajta hát társnak rendelte ide. Mátes nagyon elegánsan és udvariasan levette a terhet az építész válláról, és Mátes pedig hát ugye kézbe vette az anyagiakat, hogy ne szálljon el az építkezésnek a költségvetése. De nem csak ennyit tett, hanem tulajdonképpen ekkor szembesült ő azzal, hogy mi zajlik a Várhegyen. Ez egy
közhely, amikor a magyarországi középkori emlékekről beszélünk, akkor általában az szokott elhangzani, hogy épült, szép volt, Európában jelentős volt, aztán jöttek a törökök, és elpusztult. Jobb esetben jöttek a visszafoglalási harcok, és elpusztult. A helyzet az, hogy persze nyilvánvalóan a török hódoltság nagyon sok kárt tett, meg a visszafoglalási harcok is nagyon sok kárt tettek, de igazából a középkori magyarországi emlékeknek igen nagy része valójában a 18. és a 19. században tűnt el. Akkor bontották el nagy részét, maradékát, hol mennyi maradt belőle. Hát konkrétan az esztergomi várhegyen valóban bizonyos épületek rendkívül rossz állapotban voltak, bizonyos épületek nem voltak annyira rettetesen rossz állapotban, mindesetre az érsek, először Barkóczi érsek még a 18. században, aztán hát végül is az utóda, ugye Rudnai Sándor volt, aki megépítette a jelenleg is álló bazilikát, egy magyar Siont akart építeni, egy hatalmas, nagy, esztergomi központú, egyházi, hát gyakorlatilag a birodalom más részeivel konkuráló nagy egyházi központot, talán ez a legjobb megfogalmazás, és ennek érdekében mindent, ami útban volt, azt valóban eltakarították, a hegy tetejéből körülbelül 10 métert lehordtak, tehát itt még az alapfalakat sem lehet megtalálni. Most Mátes ennek az építkezésnek a közepébe érkezik, és rácsodálkozik arra, őszintén rácsodálkozik, amit lát, és feladatának érzi azt, hogy ami eltűnik, és többet nem lesz látható, azt ő mindenképpen valahogy megörökítse. Valahogy megörökítést ráadásul kétféleképpen tette. Ez is meglehetősen modern, bár azt kell mondjam, hogy abban az időszakban azért nem volt teljesen egyedülálló. Ugye ez a 19. század első felében azért máshol is megtörtént, hogy lerajzoltak dolgokat, és készített egy leírást. Tehát van egy leírásunk, egy latin nyelvű leírásunk, és van egy illusztrációs sorozatunk, több táblán, néhány majd itt elő is fog kerülni Péternek az előadásában. Részben épületeket, alaprajzokat, faragványokat, leleteket írt le. A leírásnál nem csak a saját tapasztalataira hagyatkozott, hanem azt lehet mondani, hogy tudományos alapossággal járt el, amihez hozzáfért, akár korábbi munkálatokból az érseki gyűjteményben lévő tárgyakról volt szó, akár korábbi levelezésekről, akár korábbi rajzokról, makettekről, mindenfélét felhasznált, hogy minél pontosabb képet tudjon adni, valóban levéltári kutatásokat is végzett, és hát felhasznált egy nálánál 50-60 évvel korábbi leírást is, Széles Györgynek a leírását, az ő munkája is olvasható egyébként magyarul, véletlenül a felét én fordítottam annak is. Ez 94-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és nagyon érdekes egyébként össze is vetni a kettőt, hogy Széles mit látott az 1760-as években, és ebből mi maradt az 1820-as évekre. A szövegben Mátes rendszeresen reflektál is arra, hogy ezt Széles még látta, ő még így írta le, akkor ez még megvolt, azóta mi történt. Tehát ő gyakorlatilag a változást is ilyen módon regisztrálta. Ami még nagyon érdekes és tanulságos volt, ugye a modern műemlékvédelemnek az egyik alapelve az, hogy hát kvázi ami 50 évnél régebbi, azt hát legalábbis gyanús, hogy műemléknek kéne tekinteni. Mátes ugyanígy járt el. Őt egyáltalán nem csak a középkor érdekelte, őt érdekelte a barokk is, őt érdekelte a török is. Az, hogy a római érdekelte, abban az időben mindenkit érdekelt a római, ugye az iránt különösen fogékonyak voltak, de érdekelte a középkor, érdekelte a barokk, sőt, leírt olyan tulajdonképpen ideiglenesnek is tekinthető emlékeket, mint például egy császári látogatást meg örökítő emléképületet, ami hát nem is biztos, hogy állandó építménynek szánták akkor, amikor megépítették, egy ilyen különleges, furcsa a 18-19. Század fordulójának a divatját követő építményt, de
ez is a hegyen volt, tehát tulajdonképpen ő az egész hegynek a képét akarta bemutatni. Nagyon sokat foglalkozott a síremlékekkel, igyekezett utána nézni azoknak a személyeknek, akiknek a síremlékeit ők megtalálták. Külön nyomozást végzett annak érdekében, hogy sírkő töredékeket összeillesszen és megtalálja a másik felét. Külön odafigyelt a humanistákra, nem csak a sírköveiket, ugye Garázda Péternek a sírkövét írja le például, magát a követ írta le, hanem egy-egy verset is betett, hogy tulajdonképpen ki is volt ez az illető. Tehát egy picit így a kultúrtörténeti hátteret is igyekezett megvilágítani, és hát ami meg hát különösen kedvessé teheti, hogy oroszlán része volt abban, hogy a Bakócz kápolna az úgy ott jelenleg is áll. Ugyanis ő volt ennek. Egyrészt nem tudták, hogy hogyan lehetne ezt szétszedni. Ő javasolta, hogy ezt szét kellene fűrészelni, és akkor át lehetne vinni, és föl lehetne építeni máshogy. És nem csak javasolta, hanem ki is találta, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és le is írja a könyvében, hogy ezt hogyan csinálták, hogyan számozták be, hogyan fűrészelték el. Leírja, nagyon sok értékes építéstörténeti megfigyelést tesz. Tehát ugye ő volt az egyetlen, aki belülről látta ezeket a falakat, mert mi csak a külső burkolatait látjuk. Ő látta meg, látta az alapfalakat, és egy csomó a mai kutató számára is nagyon értékes megfigyelést rögzített ennek az építménynek az eredeti helyén való állapotáról. Úgy tűnik, hogy az ő szövege alapján, minthogyha valami előzmény épület lett volna a Bakócz kápolna helyén, tehát az nem egy üres területre épült annak idején. Összefoglalva, tulajdonképpen egy teljes spektrumot ad tényleg a Várhegyről, és ezen túlmenően, hogy még érdekesebb legyen a történet, nem csak a Várhegyet. Ő neki a dolga a Várhegyen volt, de a vízivárosról is elég sok mindent leír. Olyan épületeket, amiket aztán pillanatok alatt elbontottak, ugye az új érseki palotának a területe az mára ugye egészen másképpen néz ki, mint a 19. század elején. És amikor ő valahová utazott, érseki megbízásból többször kellett például Nagyszombatba mennie, Érsekújvárra mennie, ide-oda különböző helyekre, mindenhol nem csak a megbízatását végezte el, hanem körülnézett, hogy van-e valami, ami érdekes. Így például egy malom épületbe befalazott három római sírkövet is leírt. Kettőt csak látta, hogy az római sírkő, de hát elolvasni már nem tudta, a harmadiknak a feliratát is szépen közli a kötetben, nem teljesen pontos a leírása, de ennyit tudunk róla, mert hogy a malom egyébként azóta nincsen meg. Tehát az érdeklődés az tényleg ilyen értelemben nagyon általános volt, és ez azért is nagyon megbecsülhető és megbecsülendő, mert Mátes azért nem egy filosz ember. Hát ez, az elején ugye mondtam, ő egy gazdatiszt volt, egy nagy uradalomnak, nyilván egy jól képzett gazdatiszt, de mégis egy gazdasági szakember, a latin nyelvén egyébként nagyon lehet érezni. Tehát Cicerótól viszonylag távol van. Viszont érthető, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem akarja nagyon bonyolítani a szöveget. Egy meglehetősen egyszerű fogalmazás. Ugyanakkor az érdeklődése alapján egy abszolút értelmiségi hozzáállás. Ő soha nem járt egyetemre, ő nem egy tudós ember volt, gyakorlatilag önképző módon tanulta meg, és hát amit elfelejtettem említeni, hogy ugye nem csak levéltári kutatásokat, meg nem csak az érseki gyűjtemények a tárgyait néztem meg, hanem igyekezett a korabeli szakirodalmat is felkutatni. A római emlékek kapcsán például itáliai korabeli, tényleg néhány évvel korábban megjelent szakirodalom alapján tájékozódott. Lehet, hogy nem ő kereste meg, de megkereste azt, aki meg tudta keresni, tehát utána járt a dolognak. És intenzív levelezésben volt Jankovics Miklóssal, aki ugye a Nemzeti Múzeumnak az egyik alapgyűjteményét adományozta annak idején, és egy rendkívül fontos személyiség volt a magyar muzeológiában, aki
hát ez egy érdekesség pluszban, hogy a családi levelezésének néhány darabját átengedte, és ezek is ebben a kötetben jelentek meg. A 18. században volt egy nagyon híres esztergomi kanonok, Ipolyi Gáspárnak hívták, aki levelezett az idősebb Jankovics Miklóssal, tehát a múzeum számára adományozó ifjabb Jankovics Miklósnak az édesapjával, és ebből a levelezésből öt kiváló barokk, ez azt jelenti, hogy borzasztóan nehezen lefordítható, nagyon cirkalmas, de tényleg nagyon szép levelet átadott, és hát ebben a kötetben ezek megjelentek. Nyilvánvalóan azért ezeket válogatták ki a több levelet tartalmazó gyűjteményből, mert ezekben Ipolyi Gáspár reflektált az esztergomi várhegynek a történéseire. Tehát nem önmagáért válogatott ki egy híres esztergomi kanonoknak a levelezéséből találomra néhány darabot, hanem kifejezetten azokat, amelyeknek esztergomi vonatkozása volt az akkori Barkóczi érsek idején zajló építkezéseknek a visszhangja, a nem túlságosan jó viszony a káptalan és az érsek között, aminek persze az építkezésekre is hatása volt. Tehát tulajdonképpen ez volt az a szempont, ami miatt ezek a levelek belekerültek az ő kötetébe. Magáról Mátesről végül, mielőtt átengedem a szót Péternek, még annyit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy időnként nagyon tárgyalagosan írt, tehát ő igyekszik nagyon tárgyalagosan, távolságtartóan leírni azt, amit lát. Ugyanakkor néha megenged magának egy-egy megjegyzést, és ezekből a megjegyzésekből az rajzolódik ki, hogy nem volt ő egészen boldog attól, amit csinálnia kellett. Tehát nem szerette elbontani ezeket az épületeket, és az egyik helyen különös vehemenciával szídja azokat a kőműveseket, akik nem figyelnek oda, hogy a szétbontott köveket, hát nyilván egy csomót felhasználtak az alapokba, meg a falakba, és nem veszik észre, hogy faragott köveket használnak fel, nem rakják félre, hanem ráadásul a faragott felükkel befelé rakják az alapba. És akkor az ember érzi a mondatnak a megfogalmazásából, hogy a Mátesz borzasztóan dühös volt. Most, hogy a részleteket egy picikét mégis a könyvben lévő részleteket jobban lássák, Péternek átengedem a szót. Egy kicsit meséljen ő róla. Esztergom váráról és az itt folyó építkezésekről a legfontosabb forrás kétségtelenül Mátesnek a műve, ami hát tükröt is ad nekünk, hiszen az a középkorkutatásunk egyik nagy tragédiája, két központunkat, egyrészt Székesfehérvárt, másrészt pedig Esztergomot, gyakorlatilag az építkezések és hát egyéb átalakítási munkák miatt úgymond gyakorlatilag szétbontották. Tehát ugye ma is folynak az ásatások Székesfehérváron, és ott próbálják rekonstruálni a székesegyházat, illetve hát a Henselmoni ásatásoknak az eredményeit, a királysírokat és az egyéb temetkezéseket. Ez egy iszonyatosan nagy fejtörője a magyar régészetnek és történelemtudománynak. Hát Esztergom esetében is ugyanez figyelhető meg, csak itt az a probléma, hogy a régész már túl sok mindent nem tud tenni, hiszen a volt székesegyházak épületek helyén ott áll a bazilika. És hogy milyen építkezések folytak erre, leginkább Kazinczy Ferenc beszámolója mutat rá, aki 1828-ban, tehát az építkezések alatt látogatott el Esztergomba, és a következőket írta egyik levelében. Ismertem az Esztergom fekvését, ismertem rajzolatokból, ami itt készül, és tudtam, mi rettentő nagyságú munka ez. De a valóság felülmúlta minden nagy képzeteimet. A már teljesen felálló kanoniki lakások két sora közt egy széles és magas domb ála, mely miatt innen amoda által látni nem lehetett. De a domb háromnegyede már el van hordva, egyik még várja az elsepergetést, és a hat öl magasságú, hosszan elnyúló domb arra emlékeztet, amit Horácz és Szaluszt emlegetnek, hogy a Róma nagyjai hegyeket döntenének el. És mi ez az óriás munka ahhoz, ami azután vár itt rám? Ma már nem látunk isteneket, mi nagyok vagyunk, minden isteni műveget láthatunk.
Tehát őt is lenyűgözték azok a hatalmas építkezések, amit folytak. Hát elég a hatőrre gondolni, ami ugye 12 méter magasságú. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen földmennyiséget húrtak ki. Sajnos az esztergomi vár története, sorsa az a 18. század 60-as éveiben dől el, amikor is Mária Terézia átadja a várhegyet az esztergomi érseknek. És annyit talán érdemes elmondani, hogy a középkori esztergomi várról elsősorban a Krejnek a térképeire szoktak hivatkozni, aki egy hadmérnökként mérte fel a várnak a területét, illetve a romokat. Hát nem csak a Krej végzett itt munkát, hanem mint kiderült, van egy 1706-os vizitációnk térképe, illetve van egy 1749-es, eznek a szkennelt rajzát láthatják önök itt. Ezeket a bécsi levéltárakba őrzik, tehát egy igen fontos és közvetlen forrásai a kutatásnak. A beépítettséget jól jelzi, hogy mennyi épülettel kell számolni a területen. Ezek egy része a katonossághoz kapcsolódott. Maga a katonosság nem nagyon akarta átadni ezt a stratégiailag fontos területet ugye civil használatba, polgári használatba, vagy egyházi használatba, úgyhogy ezért többször az esztergomi érseknek közben kellett járni az uralkodónál, hogy történjen meg ez az átadás. Ugye itt két igen erős hatalom szegült egymással szembe, egyrészt a hadsereg, a monarchia, Habsburg-monarchia hadserege, másrészt pedig ugye az egyházi hatalom, az esztergomi érsek, aki végül is hát győztesen került ki ebből az összecsapásból. Tehát nem nehéz elképzelni, hogyha a hadsereg maradt volna továbbra is a várba, és nem történnek meg ezek az építkezések, milyen fontos ismeretek állnának a rendelkezésünkre, gyakorlatilag az Árpád-kori, illetve hát a későbbi Bakóc alatti építkezésekről, átalakításokról, illetve hát bővítésekről a hegy területén, illetve hát a római kori emlékekről, amikről az alábbiakban még szó lesz. Úgyhogy 1761-ben végül is átkerül az érsekhez a várhegy és a vár, aki hát egy koncepciót alakít ki, és egy saját ugye, Jeruzsálemet, a mi Jeruzsálemünket akar itt kialakítani, és hát el is kezdődik azzal az a hosszú folyamat, ami végül is a bazilikához vezet, a bazilika felépítéséhez vezet, azonban ez közel egy évszázadig tartó folyamat, hiszen itt is azt figyelembe kell venni, hogy a érseknek se álltak korlátlan anyagi források a rendelkezésére, úgyhogy elkezdték az építkezést, megszakadt, úgyhogy a Barkóczi érsektől végül is Rudnai veszi át a stafétát, és hát alatta indulnak meg azok a bontások, amiknek a tanulja maga Mátes, és hát az ő feljegyzése azok, amelyek igen fontos forrásai a várhegy római kor és középkori történetének. Azonban már Barkóczi érseksége alatt 1763 és 65 között bontások történnek, ekkor bontják el a Szent Adalbert székesegyház északi felét, valamint a közte és a Szent István protomártír templom közötti területet mintegy 4-8 méter mélységbe lesülyeztik, és ezeknél az építkezéseknél már elkerülnek elő római éremleletek, amelyekre jellemző módon maga Mátes is hivatkozik. Egyik éremlet az igen fontos, csak sajnos erről igen szűkös leírás áll a rendelkezésünkre, ugyanis aranyérmekből áll, méghozzá Theodosiusnak aranyaiból, ami nagy valószínűséggel második Theodosius, tehát 5. századi hunkori éremleletről lehet szó, amit itt rejtettek el. Hasonló éremlelet ismert többek között Tokodi erődből is, illetve hát más területekről, illetve 3. századi Antoninianus leletet is találnak, aminek a leírása a érseki levéltárban a mai napig is kutatható, megtalálható. Érdekessége ennek a éremleletnek, hogy maga Mátes is hivatkozik rá, tehát mint ahogy Beatrix is mondta, igen alapos munkát végezve áttekintette a korábbi építkezések iratanyagát, és az ott előkerült különféle adatokat beépítette könyvébe, amely így gyakorlatilag egy 100 éves kutatásra tekint vissza. Mátes is törekedett a különféle alaprajzoknak a felvételére, illetve hát, mint arra ő is hivatkozik, csináltak egy makettet, ahol a korábbi változatot mutatta be ez a makett, illetve hát a építkezés fázisait tekintették meg rajta. Erre Kazinczy is utal, hogy amikor itt jár Esztergomba, akkor bemutatják neki ezt a makettet, és láthatja azokat a folyamatokat, amik végigmentek. Ugye több
térképet, illetve alaprajzot közül a Székesegyházról, Székesegyházakról, illetve hát az ott található emlékekről. Ami különösen jelentős, azok a rajzai, hiszen ezeken a rajzokon számos régészeti leletet, építészeti emléket örökített meg. Itt látható többek között egy harmadik század éremnek a rajza. Ennek a feloldásánál azonban segítségére volt az már említett Jankovics Miklós, aki hát meghatározta ezt a harmadik századi koloniális veretet. Igen, csak fontosak a középkori sírplasztika számára azok a rajzok, amiket az itt előkerült, hát különféle érseki sírkövekről örökített meg, és hát ezek alapján sikerül rekonstruálgatni többnyire azokat a életpályákat, amiket a forrásokból, írott forrásokból ismerünk. Tehát ugye érthető módon a Magyar Egyház egyik fő központja Esztergom volt, de Székesfehérvár mellett, ami inkább egy világi szerepet töltött be, ugye oda temetkeztek a királyaink. Ugye érsekek nagyobb részt Esztergomba temetkeztek, itt voltak a sírjaik, sőt, Matesi le is ír egy ilyen sírt, amit az építkezések során hát feltárnak, illetve megbolygatnak, amiben egy kejhet találnak, illetve egy gyűrűt, sajnos maga a csontváz, és ez a kehely szétesik, azonban nagy valószínűséggel ez egy igen korai érsek vagy püspök sír lehet, a 11. századból, hát hasonlóak kerültek elő Kalocsán, amit hát utóbbi időkben, tehát nyáron a sajtó is felkapott, hiszen ennek a kalocsai sírnak is a mellékletei között ott volt a kehely, illetve hát a pásztorbot, illetve hát Egerbe sikerült egy ilyen 14. századi érsek sírt még feltárniuk régészeknek. Ami sajnos számunkra viszonylag kevés információt hordoz, ezek a itt megörökített edények. Jellemző módon a udvari kamarát is érdekelte minden előkerült nemesfém lelet, illetve hát egyéb régészeti lelet. Így Matesi egy ilyen összeállítást készített a kamara számára, ahol felsorolja ezeket a rézedényeket, kerámiedényeket, fegyvereket, azonban a elég rövid leírásai, tehát hogy svert, kard, illetve hát bronzenegge fész, sajnos nem nagyon segítik előre a kutatást, úgyhogy hiába készített rajzokat ezekről az edényekről. Egyrésztről lehet látni, hogy valószínűleg kora újkori, azonban a többi az kérdéses a kutatás számára, mind a mai napig. Sajnos ezek nem kerültek gyűjteményekbe, tehát nem jutottak el végül a császár és királyi érem és régiségtárba. Ennek próbáltam kint utána nézni, és a főkamarás hivatali iratanyagában erre nem találhatunk adatokat, úgyhogy viszont bizonyosan azért, mivel nem nemes fémből készültek, ezért nem tartottak rá igényt. Szóval sokkal jelentősebbek azok a rajzok, amiket többek között római feliratokról készített Matesi, illetve a Porta Speciosának a töredékeiről, ami szintén a 18. században dőlt össze, semmisült meg, és így széttorták a darabjait, míg gyakorlatilag a 20. század folyamán is kerültek elő. Örökített meg pár töredéket rajzban, amik hát a szélesféle, illetve a 18. századi rajzi festmény ábrázolások alapján segítenek a rekonstrukcióját ennek a kimagasló 12. századi műalkotásnak. Mint arról szó volt, Matest 19. századi különféle társadalmi réteghez tartó személyekhez hasonlóan a római kor emlékei kiemelten érdekelték, így igyekezett ezeket a római leleteket rajzban is megörökíteni, felvenni. Többek között az itt előkerült érmeket is lerajzolta, illetve hát utal rájuk. Itt ennél a résznél találtok meg azok a leírás is, vagy megemlítései azokra az éremleletekre, amik a egy évszáz, vagy 1760-as években építkezések során kerültek elő. Ezek között az érmek között kettő igen fontos. Az 1-es és 2-es szám ugyanis 5. századi aranyokat ábrázol, egy második Theodosius és egy Honorius aranyat. Ezek szintén a hunkorhoz kapcsolódnak, és jelzik azt, hogy, hogy terület, illetve az itt előkerült római temetkezések az 5. század első feléhez tartozhattak részben,
illetve hát a 5. század első felében még a Várhegy lakott volt, stratégiai funkcióját használták, tehát az az elképzelés, ami korábban uralkodott, hogy gyakorlatilag 370-es évek után kiürítik Pannóniát, ez nem egészen állja meg a helyét, és hát az újabban előkerült, tehát a 80-as években feltárt Esztergom bánomi temetők és római koranéfándulás kori temető is ugyanehhez a temető részhez kapcsolódhatott kronológiailag, és itt előkerült leletanyag is jelzi, hogy az 5. század első felében még római, illetve hát betelepült barbár hun lakossággal számolhatunk. Ugyancsak itt örökítette meg Matesz a egyéb edényeket, illetve hát különféle tárgyakat. Ami igen érdekes ebből a szempontból, az a labarumos, tehát az a kis hadi elvényes, ilyen négyszögletes töredék. Ez ugyanis a középkori trónnak egy darabja, amit a rekonstrukció után ma is lehet látni fenn a vár kiállítás, tehát a Vármúzeum kiállításában. Ez egy igen érdekes, illetve hát sajátságos emléke a középkori magyar királyságnak, hiszen ugyanaz az a műhely, ugyanaz a stílus jelentkezik, ami a Sporta Speciosa építetőinél, tehát ez egy inkrusztált technika, és valószínűleg ugyanez a műhelyhez kapcsolata ennek az elkészülte. Egy igen fontos emléke a korszaknak, hát hasonló párhuzamok kicsit korábbról ilyen székek esetében, illetve hát ilyen trónok esetében most kerültek közlésre, például Mainzból. Matesz a római emlékekhez visszatérve, Matesz nem csak az esztergomi hát emlékanyagot vette fel, illetve közölte, hanem a Piliscsév határában található római mérföldkövet. Piliscsév ugyanis egy sajátos területe a római mérföldköveknek, innen is eddig ugyanis 5 különféle mérföldkövet ismerünk, amelyek egy részét, például 2 darabot a 18. században még a Pesti Egyetemhez is elszállítottak, és hát Pesten voltak felállítva, aztán átvitték őket Budára. Matesz egy ilyen előkerült darabot mutat be, illetve átközli a rajzát, ami igen fontos forrása a római korszaknak, ugyanis ezen jól látható az a titulatúra, tehát az, hogy melyik császár alatt állították, és hát hogy melyik településtől hány mérföldre állt ez a mérföld, az is megvan rajta adva a végén, tehát ott szerepel a mille passum, tehát 32 mérföldre volt Brigéciótól, azt hiszem. Tehát úgyhogy ez igen fontos forrása a mérföldkőkutatásnak, amit Matesz itt közölt, hiszen ezeknek a római emlékeknek a nagy része, amik a 17.-18. században előkerültek, éppen a szabad területen való felállítottság miatt részben a helyi lakosok által begyűjtésre és beépítésre került. Ugye alapokat igen jól lehetett velük erősíteni, illetve az időjárás viszontagságai éppen a feliratos részt pusztították el, tehát nagy kárára a római felirattalnak. Ami még érdekes ebből a szempontból, azok az egyházi ékszerek, illetve hát gyűrű, illetve hát lánc, amit Matesz közöl. Itt is természetesen különféle gyűjteményekre hivatkozik, illetve igyekszik olyan leleteket is bemutatni munkájába, aminek ugyan a lelőhelyét nem tudja, viszont nagy valószínűséggel innen a környékről kerülhetett elő. Ebből a szempontból itt az alsó bizánci érem, ez a res folis jelent újdonságot, ami eddig elkerülte a kutatás, a magyar kutatás, illetve a nemzetközi kutatás figyelmét. Ez ugyanis gyakorlatilag a 10. század végétől 11. század első feléig verték ezeket a úgynevezett anonim foliszokat. Ez valószínűleg a 11. század elejéről származik a kialakítás, illetve a megformálás alapján, ami jelzi azokat a kapcsolatokat, amik Esztergom és a bizánci birodalom között, illetve Esztergom környék és a bizánci birodalom között fennálltak a honfoglalás, illetve hát az államban alapítás, valamint a későbbi időszakokban. Tehát
Matesz munkája egy alapvető mind a régészeti, mind a művészettörténeti, mind pedig a történeti kutatás számára. Sajátossága ennek a műnek, hogy igen sokan hivatkoztak rá az elmúlt közel 100 év során. Szóval amikor az ember olvassa ezeket a munkákat, akkor óhatatlanul felmerül benne, hogy kérdéses, hogy ezek az emberek csak ugyan el tudták-e olvasni ugye a latinul írt munkát, vagy csak egyszerűen beidézték a adott szöveghelyeket. És ez kapcsolódik egy érdekes jelenség, hogy a Nemzeti Múzeum adattárába került elő egy 50-es években készült durva fordítás, ami hát a középkoros régészeink segítségére szolgált volna, ami azonban nem került széles körben elterjedésre. És hát ebbe sajnos igen sok fordítási hiba volt, amit aztán Beatrixnak is szembesülnie kellett ezekkel a problémákkal. Tehát úgy igen, sok esetben merült fel az ember, hogy ténylegesen megértették-e, hogy mi áll Matesz munkájába. És hát jellemző az, hogy amikor a héten a MTA Művészettörténeti Kutatóintézetébe és Történeti Intézetébe bementem, és megmutattam a kötetet, hogy megjelent, akkor igen nagy örömmel ugrottak szinte a nyakamban művészettörténészénk és történészénk, hogy végre itt van a forrás, el lehet olvasni, hozzá lehet férni. Úgyhogy én szerintem ez nem csak a tudományos közösség számára jelent egy alapvetően érdekes és fontos, hasznos munkát, hanem mindenki számára, akit Esztergom középkori, korai története, illetve római kori története érdekel. Úgyhogy én mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy vásárolja meg, jusson hozzá ez a kötethez, és hát szálljon rá naponta egy kis időt arra, hogy elmélyedjen azokba a folyamatokba, amik ekkor végbe mentek, és hát amelyek oda vezettek, hogy végül is Esztergom nem a középkori, hát rómjai révén lett világhírű, hanem a bazilika székes egyház felépítése nyomán. Köszönöm szépen a figyelmüket! Amíg megfogalmazódnak az esetleges kérdések az előadókhoz, a könyv kiadásának az előtörténetéhez szeretnék csak annyit hozzáfűzni, hogy már körülbelül 5 évvel ezelőtt szerettük volna kiadni ezt a könyvet. Ennek a bizonyos sorozatnak a második kötete lett volna. Nagyon nehezen találtunk fordítót. Végül is nem is sikerült, nem kaptam meg a fordítást, és utána évekig kerestünk, vártunk, hogy csak-csak lesz valaki, még nem egy korábbi előadónk, a Visegrádi Múzeum igazgatója Buzás Gergely ajánlotta Beatrixot, hogy hozzáforduljak bizalommal, és nagyon örülök, hogy az előző fordítás nem sikerült, mert Péter is mondta nekem, hogy nagyon kevesen vannak, akik alkalmasak erre. Több olyan embert próbáltam megnyerni, akik Cicero nyelvét anyanyelvi szinten beszélik, de mikor belelapoztak a könyvbe, akkor visszaadták, hogy ők ehhez nem értenek. Mert a klasszikus latin, meg a középkori latin ennyire más. De volt olyan is, aki még csak-csak boldogult volna vele, neki meg a könyv témája volt idegen. Szóval ez egy szerencsés egybeesés, hogy Beatrix régész is, latinos is, tehát a legalkalmasabb szemét találtuk meg arra, hogy lefordítsa a könyvet. És fordítás közepette került képbe Péter, mikor is beszélgettünk róla, hogy milyen könyvet készülünk kiadni, és ő egyszer csak előállt avval a döbbenetes hírrel, hogy hát ő már látott ennek fordítását. Először azt hittem, hogy mostanáig hiába dolgoztunk, de aztán kiderült, hogy ez csak kézirat, és ráadásul egy szorgalmas levéltáros, vagy nem tudom én ki volt, aki egy egyházi személy, aki csak egy önszorgalomból gyakorlásképpen nem túl szerencsés módon fordította ezt le. Úgyhogy mindenki köszönet illeti a fordítót, köszönet illeti a segítő Rohászka Pétert, és amennyiben a könyvvel vagy a témával kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor most lehetőség van föltenni. Illetve én pedig egy dolgot kérdeznék, örömmel látom, hogy itt van Horváth István igazgató úr, aki említette, hogy ő is találkozott már egy fordítással, hogy ez ugyanaz a fordítás, vagy egy másik? Jó, megnyugodtam. Igen?
nagyon-nagyon érdekes története van, ugyanis amikor a Matés életrajzot nyomozgattuk, ugye a Mayer Istvánnak van egy sorozata, 1850-es évekből indult, és abból található meg az eredeti Matés életrajz, amire aztán a Szilágyitól kezdve mindenki hivatkozik. Ezt a jelentőségénél fogva szó szerint vettük be a kötetbe, és ebbe az életrajzba hivatkozik arra, ezt inkább felolvasom, mert érdekes. Tehát erre a domborműre, ami azonban számos problémát okozott nekünk, ugyanis azt írja, igen, tehát azon kívül Németh György címzetes püspök és eszterumi kanonok úr a bazilika építése körül volt érseki megbízott előterjesztésére, a jelenlegi bíbornok és érsek engedelmével a bazilikának északi torny és a templom közti kapu felett, azon domború kőkében, mely a bazilika talkövét ünnepe és letételét ábrázolja, az a körül foglalatoskodók közt az ő kép és kőből kifaragva oda alkalmaztatott, amint éppen Rudolfi Sándor érsek utóbbi bíbornoknak a Malter kanal a térden állva nyújtja a talpkő letételének működésére. Hát igen, ez Matés ábrázolja, csak a kanalat nem találjuk. Tehát ugye ez volt számunkra a probléma. Talán azt tartja ott a kezébe. Szóval a bazilikán helyezték el, ugye egyház is elismerte szerintem Matésnak a jelentőségét, de itt elsősorban nem a munkájára kell gondolnunk, hanem arra, hogy abban az iszonyatosan nagy hát gazdasági pénzügyi problémában, amit az építkezés okozott, ő valahogy rendet tudott rakni. Tehát képzeljük el, hogy már a Nádor foglalkozott, tehát a nádori levéltárban körülbelül másfél folyóméter irat van azzal, hogy mennyire túlhaladták a költségeket, és hát Matés ebben rakott rendet, és hát igazából ez volt az a szerepe, amit az egyház elismert azzal, hogy a képét megörökítették, illetve hát az ábrázolják ezen a domborművön. Úgyhogy ez a bazilikán található ez a dombormű, és hát Matés ábrázolja. Tehát így itt sajnos nem a munkáját, illetve a Bakócz kápolnának a megmentését ismerték el ezzel, hanem elsősorban azt, hogy a pénzügyek területén rendet rakott. Tehát most azt tudniuk kell önöknek, hogy igen, komoly iratanyag van azzal kapcsolatban, hogy milyen összegeket emésztett fel ez az építkezés, és az egyre jobban nőtt. Tehát szembesülni kellett magának, Rudnainak is azzal, hogy ezt nem tudják finanszírozni. És akkor a Matés lett megbízva azzal, hogy ezt, mint gazdatiszt, ugye, pénzügyminiszterként, vagy ilyen pénzügyi felügyelőként ezt kordába tartsa, és hát haladjon előre az építkezés. Ugyanez a probléma megfigyelhető a Magyar Nemzeti Múzeum építése során, ott is rengeteg ilyen akta van. Tehát ott is ilyen pénzügyi problémák jelentkeztek, de szerintem ez minden építkezésnél így volt, meg így is van ma is. Tehát ez a megörökített. Nagyon rövid kiegészítést azt mondja, hogy hol a kanál, megvan a kanál, 1902-ben is megvan, amikor a Kolos kórházat átadták, 1902 szeptember 1-én, akkor a korabeli újságokra írják, hogy a zárókövetétel ünnepségén Vasszary Kolos kezébe azt a kanalat adták, amivel Rudnai az alapkövetételét végezte. Akkor még be. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor már csak szeretném megköszönni az előadóknak, hogy voltak szívesek elvállalni ezt a könyvbemutatót. Köszönöm szépen Romhányi Beatrixnak a fordítást is és a bemutatást is. Köszönöm szépen. Rohászka Péternek is köszönöm szépen a kezelődését. Azért még a végén is van lehetőség kérdezni, hogyha valakinek valami eszébe jut. Addig szeretném hirdetni a következő programot. A helytörténeti előadások következő alkalma most elég gyorsan jövő hét csütörtökön lesz, amikor is a középkori ferences templomról fog előadást tartani, Varga Kapisztrán atya, aki, hát most ugyan már nem Esztergomban van, de sokáig ő volt itt a Ferences kollégiumnak a rektora.
Tehát az ő előadását hallhatjuk jövő hét csütörtökön, 6 órakor ugyanebben a teremben. És akkor, ha van kérdés, akkor föltehetik, illetve a könyvsorozatnak most mind a 4 kötete kapható a folyosón lévő könyvesasztalon, plusz Péternek azt hiszem legutoljára megjelent könyve, az ozorai avarfejedelmi sírokról írott könyve is kapható most. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, további szép estét kívánok!